Itt néztem egy színház előadást, amely annyira emberi, annyira érzékes, és annyira vicces, ilyen hihetetlen színház élmény, amiről azt gondoltam, hogy mindenképp beszélni kell. Ez a Hajdú Szabolcs és csapata által készített 1% Indián. A színház műfaja nagyon kényes, hiszen talán itt lehet a legtöbbször úgy állni, hogy beülünk, és azt érezzük, hogy talán még a fehér falat is jobb lett volna bámulni. Én az elmúlt időszakban nagyon sokszor jártam úgy, hogy csalódtam színházban, és talán már egy kicsit a hitemet is elveszítettem, hogy talán ez így meghalt ez a műfaj, és ez már egy ilyen nagyon snob, nagyon olyanoknak való, akik így tényleg azt mondják, hogy színház, és akkor mindent elfogadok. De most az 1% Indiánban újra visszajött a hitem, és azt éreztem, hogy igenis lehet kiválóan, sőt még jobban szórakozni, mint akár egy filmen. A fő ok, ami miatt megcsinálom ezt a videót, az az, hogy amikor kijöttem a színházból, elkezdtem gondolkozni azon, hogy miért is volt ez ennyire jó. És azok a szempontok, amik szerint én szoktam a kritikáimat megírni és elemezgetni, általában mindig szó szerint ráhúzhatóak, hogy igen, ez volt jó, ezért volt jó, és amikor rossz volt valami, azért volt rossz, mert ennek meg ennek nem felelt meg. Szóval itt zavarba jöttem, mert nem tudtam megmondani, hogy minek felelt meg, mégis mindennek azt mondhattam, hogy ennek nem felelt meg, és hogy egy totál meg más megközelítésben volt a nagy élmény, mint ahogy én eddig ezt elvártam. És akkor felmerül bennem a kérdés, akkor mégsem működik ez, hogy szempontok szerint igenis bele lehet húzni minden egyes élményt, és le lehet elemezni, és meg lehet mutatni, hogy igen, ott van a hiba, vagy igen, itt volt zseniális egy film. És ahogy tovább gondolkozgattam, arra jöttem rá, hogy itt az egész azon van, hogy igenis a szempontok mégiscsak működnek, csak valami hihetetlenül nagyobb látószögben kell ezeket nézni, mert a Hajdú Szabolcsék művészek. Abban az értelemben művészek, hogy zsigerből tudják azt, hogy egy embernek, egy nézőnek mi az az érzés, az az élmény, ami igazán tényleg nagy és mélyreható. És ez a fajta művészkedés nagyon furcsa, hiszen a filmezésben nem annyira felismerhető, mert a szerzői filmeknél azt szoktuk meg, hogy úgy küszködni kell értük, nem a közönségért vannak, és jó, persze, mély az üzenetük, de nem, a szempontoknak nem felelnek meg, de mégis ez az értékük bennük pont, hogy hát, hogy művészfilmek, ezt így ismerjük. Viszont ebben nem erről van szó, hanem úgy művészfilm, hogy közben nagyon is közönség, és tényleg nagyon sok az üzenete, nagyon jó az élménye, és végig nagyon jól szórakoztat. Hogyan lehetséges ez? Az első és legfontosabb oka, hogy ez ennyire működik, az a karakterekben keresendő. Ebben a színházi műben három szerelmes párt látunk végig, ahogy egyetlen egy konyhában úgy bekijöve konfliktusokat élnek át. Van három férfi, akik barátok, és vannak az ő páraik, akik nők, akiknek úgy nem sok közük van egymáshoz, hát nyilván a baráti társaság az, aki itt egyben van. A három férfi három különböző karaktert képvisel, ami már egyből három karaktertípusú nézőt is megszólít. És a három nő három még különbözőbb női társ típus képvisel, ami szintén megint három női típust képvisel a néző között is. Már hat olyan nézői nagy archetípust tudom megkülönböztetni a nézők közül, és vannak megszólítva ők, amik egy filmben nagyon ritkán vannak, hiszen általában mindig egy-két olyan karakterre épülünk rá, akikben végig fogjuk nézni ezt a történetet. A hat típusra természetesen rájön az, hogy itt profikról van szó, ez a színészet nagyon hiteles, nagyon élvezetes, és egy pillanatig nem érezzük azt, hogy színházban, főleg, hogyha ott ülök mellettük, azt érzem csak, hogy valakinek a konyhájába bekerültem. Ami hát nyilvánvalóan elengedhetetlen szükséglet ahhoz, hogy beleéljem, hogy elfeledkezzek arról, hogy színházban vagyok. Tehát a karakterek nagyon nagy skálán szólítják meg a közönséget, és nagyon hitelesen. A következő nagy szempont, ami a legnagyobb fejtörést okozta számomra, az a történet. Hiszen a történetet ugye úgy szoktam mindig ábrázolni, strukturálisan is, és amúgy magában is, hogy van egy cél, amit ugye utána elkezd követni a főszereplő, el akar jutni valahova, és ebben akadályozzák, és akkor ez kijelöl egy vonalat, és akkor ezt látjuk felosztva a megfelelő sztori pontokon keresztül. Itt a színházban ez ugyanúgy megvan, viszont nem feltétlenül látjuk az egészet, csak elmondják, átéreztetik velünk ezeket. Így a sztori struktúra maga egy teljesen más képben tud működni, hiszen nem magában a színdarabban van benne, hanem nekünk egy kirakósként a fejükben alakul át.
ezt úgy lehet a legjobban elképzelni, hogy amikor én elmesélek egy sztorit az én barátársaságomban, akkor nyilvánvalóan én sem játszom végig a dolgokat, mint ahogy egy filmben követünk végig egy főszereplőt, hanem csak elmondom, és abban az elmondásban vannak benne azok a dolgok, amik egy sztori élményhez kellenek, hogyha jól mesélek tőle. Tehát a struktúra nem úgy alakul ki, hogy egy filmben megszokhatjuk, elindul, első pont, második pont, középpont, lezárás, és akkor tudjuk, hogy ilyen egy filmnek az állapota, hanem úgy, hogy ez a hat karakter ott a színpadon már benne vannak a történet legközepébe, nagyon erős konfliktus van közöttük, és még talán így is vannak közöttük konfliktusok, amik már bemutatják, hogy itt most mi belecsöppenünk egy in medias res-szel, egy belevágunk a közepébe technikával, a történet struktúrájának közepébe, és abban, ahogy ők beszélgetnek, megértjük azt, hogy nekik a strukturális elemek, amik kellenek egy történet befogadásához, már régebben megtörténtek, mielőtt ide bejöttek ebbe a konyhába, ahol mi most nézzük őket. És a történet azért működik, mert az, amit ők ott lebeszélgetnek egymással, viszont a konfliktus szabályainak teljesen megfelelnek. Hiszen mind a kettőnek van egy-egy vágyuk, mind a kettőnek vannak saját képességeik arra, hogy ezeket megoldják, és ezeket feszítik egymásnak nagyon erős érzelmi háttérrel. Mivel a legeleje nem a megszokott strukturális élmény szerint kezdődik, ezért kell valami, ami ezt pótolva beránt, és már az elején élvezhetővé teszi ezt a színdarabot, és ez a humor. Kulcsérzelemnek nagyjából hiába mély ez az egész, hiába szomorú ez az egész, úgy 80%-ban a humort választják meg. Ami nagyon felpezsítő, nagyon élvezetes, nagyon sok valószínűleg improvizáció is, nagyon jó ott az a közeli színészi játék, nagyon emberi az egész. És az az emberi humor addig kitart, amíg a konfliktusban nem vonódunk be, amíg a struktúrális elemek nem kerülnek a helyére az agyunkban, és amikor megérkezünk arra a pontra, hogy aha, most tartunk itt, akkor ezért vagyunk ebben a konyhában, mert már ezek megtörténtek, akkor onnantól kezdve már nem kell a humort használjuk, és onnantól kezdve jöhet a nagyon-nagyon komoly dráma. Ott aztán nem mosolygott senki. Ott aztán jött az a kulcsérzelem, ami az a mély, lefelesítem a szemem, már nem is akarom látni, mert már kényelmesen érzem magam, mert annyira nagy dráma zajlott le. Azt éreztük, hogy emberi, hogy velünk is megtörténhet, hogy velünk is megtörtént már, hogy a szomszéddal is, hogy a gyerekünkkel, hogy az anyukánkkal, hogy ezek körülöttünk vannak ezek a problémák. Valós problémákat meséltek el a vicc és a nagyon komoly szomorúság kulcsérzelmével. Ez a színházdarab eleve az emberiségről, a reális, ott konyhában zajló párbeszédekről szól, ami önmagában foglalja azt, hogy fel kell kapcsolni egy lámpát, ahogy egy konyhában van, és ennyi. És ez pontosan így is van, és ez nem zavaró, nem unalmas, hiszen pontosan így lenne a mi konyhánkban is. Néha ahhoz, hogy tényleg lehessen pihennünk ebben a rengeteg információban, a rengeteg érzelemben, ezért van, hogy lekapcsolják a lámpát, zenét tesznek be, mondjuk, hogyha hallgat egy zenét az egyik karakter, de ezek inkább pihenésre szolgálják, de amikor ténylegesen jön újra a cselekmény, és újra nézhetjük tovább, hogy haladjon a történet, a konfliktusok, akkor megint felkapcsolják a lámpát, és megint újra abban a konyhában vagyunk. Semmi többet nem akar mutatni, mint ami, és ebben zseniális, hogy mégis így a legnagyobb. És olcsó, hatásvadász dolgokkal lehet elérni sírást, lehet nevettetni, és lehet itt egy nagyon jó színház élményt adni, de mind hiába, ha nincs egy nagyon komoly üzenet. Ez a színdarab, az 1% indián nagyon komoly témákat boncolgat, nagyon emberi és hiteles módon, de ráadásul hihetetlen komoly üzenetet is ad át. Ami hogyha kijövünk, napokkal később is ott van bennünk, hogy nem kéne azért így. Vagy pont, hogy így kéne. És felismerjük a saját életünkben ezeket a szituációkat, amik ott voltak benne. Mi kellhet ennél több üzenet, mi kellhet ennél nagyobb élmény egy színháztól, hogy nagyon jól szórakozzunk, de közben az életünkre hatása legyen annyira, hogy már vigyázzunk, hogy ne essünk bele azokba a hibába, amikbe ő, és ráadásul próbáljunk meg olyanok lenni, amiket ott szeretnénk volna, hogy legyenek a karakterek. Üzenetében, ha ki szeretném mondani, talán a legfontosabb az, amit ők is kimondanak, egy kicsit vicces formában, hogy a legtöbb, amit adhatunk valakinek, akit szeretünk, az maga a saját szabadsága, az, hogy szabadságot adunk neki.
De ezen felül érinti a szerelmet, ezen felül érinti a barátságot, ezen felül érinti az elmúlást, ezen felül érinti a magyarság tudat élményét, érinti a művészkedésnek a fontosságát, a filmalkotás, a rendezői elveket. Van az egészben egy ilyen nagyon sok témát boncolgatás, de mégis mindig minden arra lyukad ki, hogy a szeretteinknek szabadságot kell adni, mert ez a legtöbb, amit adhatunk. Ha valakinek lehetősége van megnézni az 1% indiánt bárhol az országban, az ne halassz el, mert biztos vagy benne, hogy nem fogja megbánni, és olyan élményben lesz része, amit már régen várt. Ha tetszett az Ernelaik farkaséknál, ami szintén Hajdú Szabolcséknak a filmje és színdarabja, akkor ez is tetszeni fog, mert ugyanazt az élményt, ugyanazt azt a stílus viszi tovább, hogy viccesen mondunk el nagyon komoly, emberi szomorú dolgokat. Nálam ez a színház élmény 100%, és tényleg olyan, amit még sokszor szeretnék átélni, mikor színházba megyek, ahelyett, hogy ricsigözve ordítsunk, és nincsen semmi értelme, még csak üzenetese. Köszönöm az élményt! Nagyon durva, hogy Hajdú Szabolcsék ilyen örök 20 évesek. Tehát ahogy ott játszottak, majdnem nem hittem el nekik, hogy 40 éveseket játszanak, mert annyira tele vannak életenergiával, mint amennyire 20 évesek sincsenek már tele manasság.